TV2 Ringier. Folyton fáradt vagy? Nézd meg az étrended, ezek az ételek leszívják az energiádat. Ezt tegyük meg most, hogy idén nyáron ne a szomszéd kertje legyen zöldebb. Krizsán Lilit sokan megszerették a Sztárban Sztár leszek című műsorban, és a figyelem akkor is vele maradt, amikor kiderült, hogy anorexiája miatt kórházi kezelés vár rá. Lili már sokkal jobban van, és próbaitőt kapott az orvosától, amikor már kijöhet, de heti egy foglalkozásra visszajár, és közben elkezdheti újraépíteni az életét az édesanyja segítségével, írja a Blikk. Ez komoly nehézségekkel is járhat, de Lili úgy érzi, hatalmas erőt ad neki az, hogy újra zenélhet. Nagyon motivált vagyok, szeretném, ha a zene, az éneklés lenne az életem és a munkám is, mondta el a fiatal énekesnő, aki tisztában van azzal, hogy még nem teljesen gyógyult. Érzem, hogy még nem vagyok készen, de az orvosom adott egy kis próbaitőt, és tudja, hogy a zenélés mennyire motivál. Illetve azt is, hogy segíthetek másoknak. Van egy lány, aki miattam jelentkezett terápiára, és ez hatalmas erőt ad, árulta el Lili. Krizsán Lili a műsor után került kórházba, TV2. Forrás, Blikk. Katalin gyereket akar. Gúnyos választ kapott Vilmos hercegtől. Amennyiben szeretnél értesülni friss híreinkről, lépj be Facebook csoportunkba.